vezessen bennünket, abban a műhely kicsit rendhagyó konferencia nyitányként, amiben éltünk, és amiben már régen, 20 éve, 15 éve, 10 éve sok mindent megfogalmaztunk, ami akkor nem tudott megvalósulni. Tehát a munkánkat, az életünket, elemérét is rengeteg újrakezdés jellemzi, találjuk ki újra, kezdjük el újra. Az egyik kiváló barátunk, aki elemérnek is nagyon jó és régi barátja volt, Vitányi Iván, otthon kellett maradni, hogy elküldte a szövegét, hogy engedjék meg, hogy ennek egy rövid változatát felolvassam, mert megvilágító erejű. Hankis Elemér emlékére, Vitányi Iván, olyan tudósra és gondolkozóra emlékezünk most, aki az átélt társadalmi robbanások, változások és uralmak alatt az igazságot keresve mindig megőrizte a szellem szabadságát, következetességét és mélységét, azon kevesek közé tartozott, aki tényleg eljutott az igazsághoz, mindezt nem azért tette, hogy önmagának szerezzen jólétet vagy hatalmat. Jóleső érzés ez azoknak, akik barátai közé tartozhattak, mindig meg tudtuk egymást érteni. Különösen nagyszerű idő volt, amit együtt töltöttünk a Szociológiai Intézetben. Mindig megtaláltuk a közös utat és megbecsültük a másikat. Az ő tevékenysége hatalmas területet, vagy inkább területeket fogott át, kezdetben az irodalommal foglalkozott, azután a társadalommal, végül eljutott a filozófiához. Amikor közelebbről megismerkedtünk, akkor tért át az irodalomról a társadalomra. Rögtön a közepét ragadta meg 1985-ben a két Magyarország eszméjével. Ebben foglalta össze azokat az elméleteket, amelyeket a magyarok sorsán gondolkozó nagyjaink alkottak és vallottak Berzsenyitől Széchenyin át, Kossuthon át, Ady Endrék és Bibóig, Erdélyi Ferencig, és a társadalom egy kisebbsége felfogta ennek igazságát. A másik, a feudalizmus kötelmeit őrző többség. Már Hajnal István megmondta, hogy minden népnek olyan a kapitalizmusa, amilyen volt a feudalizmusa. Elemér azonban nem maradt a puszta megállapításnál, úgy vélte, hogy tenni is kell valamit. Persze nem kis akciókra, hanem a közgondolkodás megváltoztatására gondolt, később a rendszerváltás után azért hirdette meg a Találjuk ki Magyarországot mozgalmat, sajnos ekkor is kevesen értették, hogy ezt milyen széles körben gondolta. Mivel nem talált elegendő megértésre, kiterjesztette ezt a gondolatot az egész világra. A kettős polgári feudális társadalom maga a bizonytalanság. A világ különálló szférákra oszlott, a nyugati szociológusok szóhasználatával, az észak-amerikai nyugat-európai centrumra, a félperifériára és a perifériára. Mi természetesen a félperifériához tartoztunk, eddig azonban úgy látszott, hogy a bizonytalanság csak félperifériát jellemzi. A legújabb időben azonban ez megváltozott, az új fejlődés következtében a bizonytalanság megremegteti a centrumot, a félperifériát és a perifériát is. Mi történt? Én ezt a világállapot változásával szoktam jellemezni, a fogalmat Arisztotelész találta ki, a kifejezést Weltzustand Hegel. Általában eddig az őstársadalom után két világállapotot különböztettek meg, például physis és nomos, Arisztotelész, status, naturalis és civilis, Spinoza és Rousseau, hősi és polgári világállapot, mondta Hegel, feudalizmus és kapitalizmus, Marx, folk és urban society, Redfield, Gemeinschaft és Gesellschaft, Tönnies. Az első világállapot kialakulását az őstársadalom után a prométeuszi forradalom, azaz a tűz feltalálása hozta. Arisztotelész megmondta, hogy ez majd akkor változik meg, ha az orsók maguktól fonnak. Ez bekövetkezett. Ez lett a második prométeuszi forradalom, az elmúlt évtizedeket pedig a harmadik jellemzi, az elektronika forradalma és minden, ami hozzá kapcsolódik. Ennek felismerése igen széleskörű, a nyugati irodalomban különböző nevek alatt új kapitalizmus, turbokapitalizmus, posztindustrializmus, posztmodernizmus és így tovább. De most még az átmenetnél tartunk, amelynek egyik fő vonása a bizonytalanság. Ez jelenik meg a legújabb kor nyugati irodalmában. Jody Jensen erről szóló könyvében bemutatja, hogy miként. Hibridizációnak nevezik ezt a folyamatot, még szemléletesebben koordinációnak, amely egyesíti a káoszt és a rendet.
A K-ordináció megteremti annak lehetőségét, hogy az anyagi és szellemi javak eljussanak mindenkihez, de ugyanakkor azokat a gátakat is, amelyek ezt megakadályozzák. A társadalmi következményeket én Kant megfogalmazásának továbbvitelével szeretem jellemezni. Ő a társadalom korabeli állapotát a társiatlan társiassággal jellemezte. Azt teszem hozzá, hogy most eljutottunk a társias társiatlansághoz. Dick Howard úgy fogalmazta, hogy a mai világállapotban a hatalom kettős szerelmi viszonyban van, egyrészt a demokráciával, másrészt az autokráciával. A nyilvánosság előtt összeházasodik az egyikkel, de a másikat szereti. Hankis elemért történelmi érdeme, hogy ő a nyugati szerzőkkel egy időben fogalmazta ezt meg azzal, hogy elérkeztünk a bizonytalanság korához, vagyis egy olyan állapothoz, amelynek nem tudjuk a folytatását. Munkacsoportunk egyetértett vele, Miszlivec Ferenc ebben a szellemben jelentette meg az eredeti válságfelhalmozás című tanulmánykötetet elemér, ezért fordult a filozófia felé, mert úgy látta, hogy az általános emberi válsághoz érkeztünk, amelyet a gazdaság és a szociológia módszereivel nem lehet teljesen leírni. A kérdés, hogy az emberi gondolkodás a bizonytalanságot kereste, ezt szolgálták és szolgálják a vallások, a bizonytalansággal szemben, de eljutottunk ahhoz a ponthoz, amelyben el kell fogadni a bizonytalanságot, illetve meg kell keresni a bizonytalanság és bizonyosság egyensúlyát. Zseniális könyv, Hankis Elemér értékének újabb bizonyítéka. Most azonban itt nem térek ki rá, mert itt vannak a társadalomkutatók, többségben vannak, de ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Összefoglalva, az utolsó 40 év szellemi életének egyik legkiválóbb szellemiségére emlékezünk, aki legátfogóbb kérdéseket vetette fel közérthető módon. Eltűrték, de nem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelt volna. A mi dolgunk, hogy folytassuk munkáját. Vitál nyilván.